We'll be right back.
sok a szájuk, ott még van a hangszálakból, amelyik. Amint, annyit szeretnék elmondani az egész csapatnak, hogy maximálisan köszönjük a hozzáállást a bronzmérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon keményen megérdemelt harmadik helyet értünk el, sőt, arról a három vonalból én szívesen minimum egyet lehúznék, de nem akarok elégedetlen lenni. Egy olyan csapatot vertünk meg háromszor egymás után, ami nagyon kemény. Köszönöm a csapatnak, a vezetőség nevében, köszönöm a lelke szurkolás volt, nem nézők voltak, a szurkolók voltak. Biztos. És ezért tényleg külön öröm és dicséret mindenki. Mindenki fogyasszon ezt, azt érezze jól magát. Nagyon felkészülően el vagyunk, hinni hittünk ebbe a győzelembe, de majd lesz jó, mondhatom azt, nem a győzelembe. Mondom tovább, még Zsoli szeretne készítszolni. Azt terveztük, hogy mivel Brassóban szereztük meg, az utolsó mérkőzés Brassóban volt, nem hazai pályán, szombatra tervezzük azt, hogy szerveznénk egy valamilyen gálaműsort, amit úgy kell mediatizálni, mondani mindenkinek, és minél többen legyünk. Hogy mi lesz, ki áll jégre, majd meglássuk. Majd, tehát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ott a helyünk, hazai pályán szervezünk egy olyan dolgot, ahol jól érezzük magunkat. Ott már kicsit felkészültebbek leszünk, mint ma este. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy ott voltak Brassóban. Minden jót, jó estét, jó éjszakát, jó reggel, érezz jól magát mindenki. Zsoli! Én elsősorban meg szeretném köszönni a közönségnek, mert nélkülük idegenbe ezt a meccset. Szerintem és a csapat nevében is biztos, hogy nem tudtuk volna megnyerni, úgyhogy köszönjük nagyon szépen, hogy többen voltak a brassói pályán, mint a hazaiak, úgyhogy ezt nagyon köszönjük. Hallottuk, nagyon jó, nagyon sokat segített ez nekünk. Másodszorban a vezetőségnek, hogy sikerült ennyi friss energiát hozni a csapatba, mint szeredaiakat, mint légiósokat, és sikerült elérni ezt a bronzérmet. Úgyhogy az egész csapat nevében köszönjük szépen! Szeretném Molnár Zolit ide hívni Alkalomból, mert egy pár szó szeretne szólni. Gyere Zoli, megtiszteltek így, hogy kihívtak ide. Én is el szeretném mondani, nagyon szépen megköszönöm a közönségnek, nagyon szépen megköszönöm a vezetőknek, amikor mondottam a kezem, ha jobban halljátok. Hát, erről sokat nincs mit beszélni. Én is csak azt akarom mondani, amit a csapatkapitányunk elmondott. Nagyon örülünk. Nagyon jó volt ez a harmadik hely, mindenki lehet, hogy jobbra számított, de ez erre volt elég. A közönségünk az szuper volt, szerintem úgy a harmadik helyre, mint az első helyre volna, ugyanúgy. Kiszolgáltuk őket, nagyon szépen köszönjük a hozzáállást. Vaszlav Novakot!
Te pasol nahuj, ty vole, te dobre! Korrekt most. Köszönöm szépen, szurkolók. Nagyon jó segítség, nagyon jó segítség. Nagyon jó munkacsapat játszani, harmadik meccs játszani, nagyon nem csak harmadik meccs, csak komplet série Brasóba játszani szívem mindenki. Nagyon, hogy hívják magyarul, klobók? Klobók. 50% dolgozók. Este kezdeni, vege munka, edzés, hobby, jó, muszáj edzés, utána felesi, valami gyermeki, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. A nagyon köszönöm szépen Csapa Gyergyóba, nekem csinálni kicsi segítség Gyergyóba, harmadik bronz, mert csak nem. Én mindig kicsi lépcső lefele, lefelfele. Én okorni döntő, csak harmadik, csak megverni Brasóba 3-0. Nagyon nekem, nagyon jó. Játszani Bolíga a 5 éves nem szeretem Brasóba a nem szeretem Miskolc, bocsánat, a 3-0 megverni Brasóba, nekem döntő, nekem. Szevás mérkőzés után, amikor Karcolván 8-4-re nyertünk, akkor bementünk az öltözőbe, gratuláltunk a csapatnak. Volt egy olyan helyzet, mondta, hogy te lábra ment a másik, és azt mondta, én nem, hogy is mondta? Nem porcelán gyerek. Én nem lágy gyerek, én nem porcelán gyerek, én kemény fiú. Azt mondja, hogy mondta így, hogy én 40 év, patruzec, így mondta, hogy románus, mondta, patruzec, mondta, tudsz románus, azt mondja, hogy kicsi szolárium lenni román fiú. Én lenni cseszki tréner! 1-2-2 fiúk! 1-2-2! 2-2-2! Nem kell futni! Csak normálni, játszodni! Nyugi, nyugi, huba! Nyugi, nem kell futni! Csak nyugi, pász, ember elő! És megnyerni meccs! Brasó, már kell döntő! Megverni háromszor! Cseszki tréner! Se utáni, és a két letiltott játékos miután letiltották utána, és nekik megmutattuk, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést a brassói csapat ellen. First, what can I say? This team for me is like a second family. Nem értem. Mit tudnék mondani, ez a csapat, ez nekem olyan, mint hogyha a második családom lenne. In this season it won't like good games, same like bad games, but it's still sport. Igen, hogy ebben a szezonban voltak rossz meccsek, jó meccsek, de ez attól még sport. Ennyi tud ő is magyarul. So we was do all the best to came here, everyone fans, to sit here. Hát igen, megpróbáltuk a legjobbat adni, hogy nem igen, to sit here together too. Hát so igen, hogy együtt legyünk a szurkolókkal és a csapattal. So I can't say this like we was lost our chance to play in the final, but we was give the chance for this team. And everybody know this. Igen.
first part. Nagyon bocsánó. Final match volt, nem volt szerencse. Sztyava. Nagyon bocsánó, akkor volt. Nem jó, vagy jó. Akkor mindenki bocsánó, szeretlek csapat. Nagyon köszönöm szépen. Adódott ez a lehetőség számunkra Csíkszeredával, hogy idejöjjünk Jelgyóval. Vége lesz a szezonunknak Csíkszeredával sajnos, de köszönjük a csapatnak, hogy így befogadtak, és ugye ennyire jól egyeztünk meg mindenkivel, a vezetőséggel, a szurkolókkal. Hát, most mit tudnék mondani? Játékosok a kásztára. Fiad a Nőri! Köszönjük a támogatást a meccseken, harmadik hely az is egy cél volt biztos a szezonban. De hát jobb lett volna mindenkinek persze az első, ezt tudni való, de sajnos. Don't speak in English, Hungaria, Romania. We speak in Slovakia. Sorry. Jogi. Nagyon. Várja. Most... Nem muszáj, kamuflás. Mondani nagyon boldog mindenkát. Morodni Gyergyóba valami... Valami kicsi segítség csapat Gyergyóba, nagyon boldog mindenkát. Nagyon sajnálok, nem döntő, csak gondolkozni, csak okorni valami következő szezon csinálni. Ibas csinálni arany medaljú. Zahaja Gyergyó, nagyon boldog mindenkát, Zahaja Gyergyó. Vagyok így, nagyon jól esett, hogy haza tudtam jönni, nagyon jól esett, hogy tudtam segíteni a csapatnak. Sajnos csak egy... Azt, hogy itt voltam. Valamennyi egy-két gólpassz lőttem, lehet, hogy kevés volt. Végleges büntetés, 2 perces volt elég sajnos. Pedig ez nem szokásom. De ahogy tudtam, próbáltam segíteni a csapaton, hogy elérjük azt a célt, amit kitőztünk magunk elé, a döntőbe jutás, de így sem búslakodunk, mert a döntőbe jutottunk volna, és Isten úgy adta volna, hogy másodikok lennénk, az nem lenne olyan jó leső érzés, mint hogy Brassót megvertük meg, szóval. Én úgy vagyok, hogy inkább nyertük meg ezt a 3. helyet Brassó ellen, mint hogy Galac vagy Szeval. Lettünk volna másodikok, szóval én jól eső érzéssel vagyok ezzel a meccs után, ezután a széria után. Nagyon jól esett a szurkolóknak a biztatása, ugyanúgy itthon, mint idegenben. Nagyon örülök ennek, hogy Gyergyóba sikerült egy kicsit felpesdíteni a hoki iránti szeretetet, szóval ezeknek örülök, hogy elindultunk egy úton, remélem folytatódik tovább. Ez a jó út. Szeretném a kapusunkat, a kölcsönadó kapusunkat, aki próbált nagyon sokat segíteni a csapatunkat. Thank you.
Elsősorban szeretném megköszönni a szurkolóknak azt a hozzáállást, amit tőle kaptunk. Érzem, hogy minden Móliga csapat megirigyelhetné a gyengyői szurkolótábort, hisz az egész Móligában úgy gondolom, hogy amit a játszottunk, az itt volt Gyergyő, az a szurkolótábor, aki tényleg azt éreztem, hogy szívvel, lélekkel mellettünk vannak, és nem azt nézik, hogy mikor hibázunk, hogy tudjanak úgymond megszidni, vagy értékelni a teljesítményünket. Másodszorban szeretném megköszönni a vezetőségnek azt a hozzáállást, azt a profi hozzáállást, amit kaptunk ez az egy hónap alatt. Próbáltak mindenben segíteni, és próbáltak, hogy a csapat a legjobb eredményeket érje. Harmadsorban még nagyon sajnálom azt, hogy nem jutottunk a döntőbe, tényleg ez egy nagyon nagy cél volt. De úgy érzem, hogy a csapat nem volt eléggé felkészülve, nem volt eléggé szállva ahhoz, hogy döntőt játszodjunk. És most jött el az az idő, amikor teljesen egybeforrott az egész társaság, és elérte ezt az eredményt, amit most sikerült megnyerni. És remélem, hogy a gyergyői hoki életében ez egy alapkő lesz, és ezentúl próbálnak egy újabb, úgymond lépcsőt megmászni, és nagyon remélem azt is, hogy Gyergyő már sokára eljön az a szint, amikor ha nem is egy top csapat, de egy Móligás csapat fog kialakulni, és ki tudja, nem biztos, hogy ez volt az utolsó szezon, amikor mi Csíki, akit játszottunk Gyergyőn. Kiemelni mégis a remetei társaságot azzal, mert egy nagyon komoly dolgot kezdtek el, és itt az imént megemlítődött azt, hogy Móliga, megemlítődött azt, hogy jövő szezon, megemlítődött sok minden. A támogatás mértékét ők teljes mértékben. Hát úgy gondolom, hogy a közönség megtette a lépést, úgy gondolom, hogy hozzá kell tegye mindenki a részét, és akkor lesz egy jó, lesz egy, tud lenni egy ilyesmi csapat. Ezen múlik teljes mértékben. De azt gondolom, a remeteiek megérdemelnek egy tapsot azért, mert 6 hónapon keresztül ők ide is jöhetnél látni, egyik felmozgató rugója, az pontosan Fehér Árpi barátom volt, aki felvállalta, érmet is kapott Emiába, igen, aki felvállalta egy nagyon kemény munkát, hiszen mondjam azt, hogy egy község szinten összegyűjteni egy bizonyos pénzt, ezt minden hónapban felvállalni, egy klubkasszájába belejutatni, ez egy nagy dolog volt, úgyhogy tényleg köszönjük. Mondani, hogy minden faluban ezt szeretné látni. Arról van szó, hogy mindig szeressük ezt a sportot, tehát a legnehezebb az, amikor valamikor valamit adni kér. Tehát amikor várjuk valakit, ők az egy egyszerű dolog. De amikor valamit ők kapni kér, mint ilyen tévén, hogy... Az elmúlt percben volt egy kicsit adók, számomra, tehát most saját nevemben beszélek, nem akarok a szurkoltábor nevéből beszélni, nem ők elfe, Józsi, hangom az nincs. Úgy gondolom, ez azt jelenti, hogy elvégeztem a munkát. Azt mondom, én fordítom, hangja nincs, de úgy gondolja, az azt jelenti, hogy elvégeztem a munkát. Tehát az elmúlt időszak, tehát amit megerősödött a csapat, nagyon sok gyergyői embernek megmagyarázta, hogy szeret a ellenség, a testvény. Ez nagyon fontos. Mert
Nagyon sokszor szintük szerintem, ellenfelek voltunk. Beismered meg, saját én is. Habár, most nem menjünk ebbe bele. Tényleg az volt, hogy azután úgy gondolom, hogy Szeredán testvérként fogja tekinteni. Semmiképpen nem ellenség. Ez egyik tanulság ennek a szezonnak. A másik meg, amit el szeretnék mondani, hogy most úgymond vannak emberek, akik ezt a kialakult helyzetet se szeretik. Tehát mocskolják, vagy mi keresik benne a hibát. Azt mondom, hogy most vagyunk egy helyzetben, eddig is volt Gyergyői szurkolótábor, ezután is lesz Gyergyői szurkolótábor, akármilyen lesz a csapat. Ez a Progimot, Pirosmejébe, akármilyen is szeretni fogja. És azt csak fogjuk. Bármilyen lesz az eddig, azt mondom, hogy hajra Progimot. Egyszer. Minden egyes játékosnak, szurkolónak, vezetőtagnak, buszsofőrnek, mindenkinek, aki ebbe a szerepet vállal, csak azt mondom, hogy köszönöm szépen.